Motul, a kenőanyagok szakértője. 1853 óta. Használt autót csak átvizsgálás után vegyél. www.totalcheck.hu. Újra ez lenne a Audi BMW, mert ez egy jó kérdés. Vagy valami más felé. Nem tudom. Tadám, a V8. Az igazi szívó. Lehet, hogy te is szereted a pénzt, de annyira biztosan nem, mint egy 20 éves 7-es BMW. A Bengal 7-esnek hívott E65-ös generáció rengeteg új technológiát hozott, így a kor egyik legmodernebb luxusautója, mostanra viszont szinte minden eleme egy méregdrága csapda. Péter is ráköltötte már a használt piaci értékének többszörösét. Mai adásunkban egy új szerelő kolléga is bemutatkozik, fogadjátok szeretettel Koncz Ádámot, Bece néven Pumpát. Most pedig, ha már fel vagy iratkozva és lájkoltad a videót, Vendel következik. Kedves Péter, milyen autóban is ülünk? Kedves Vendel, ez egy 750i 2006-os BMW-be ülünk, ez már a faceliftes kivitel. Mennyit mentél vele ezzel alatt a két év alatt? Hát ez a két év alatt körülbelül egy ilyen 10.000 kilométert mehettem az autóval. Ez inkább hétvégi és ilyen nagyobb utakra szánt autó, mert hétközben van egy ilyen rohangászos autó, ez pedig inkább tényleg csak a hosszabb távokra használjuk. Volt ott valamilyen átvizsgálás? Vagy hogy történt ez a vétel? Mesélj. Ez úgy történt, hogy nézegettem mindenképpen 8-hengeres autókat. Szerettem volna egy hosszabb távra. Voltak 6-hengeres autóim, de mondom, szintet lépek, legyen 8-henger. Ebbe ugye a Szent Háromság BMW, Audi, Merci, ezeket kezdtem el nézegetni, azokból is a 8-hengeres motorokat, hogy melyiknek milyen hátulütője, melyik a jobb, melyik nem. Aztán ugye az első körben sajnos az Audi az kiesett teljes mértékben, ott nem sok jót hallottam, hűtéstől kezdve, különböző szerelési nehézségek, utána megmaradt ugye a háromból a BMW és a Merci. A Merci, nagyon sok Mercim volt, a Mercit valahogy jobban kultiváltam volna, de viszont formára, ha kettőt egymás mellé rakom, akkor a BMW valahogy egy fokkal valahogy jobban néz ki, és stílusosabb, mint mondjuk a Merci, és így lett lényegében a BMW mellett így raktam le a voksot, és lényegében ez egy ilyen hirtelen jött ötlet, ha lehet így mondani, vezérelve vettem meg. Megláttam a hirdetést a használtautó.hu-n, elmentem, megnéztem, szép, és megvettem. Szóval lényegében úgy szerettem volna, hogy az állagát ugye helyre rakni. Nagyon sok idő van benne, nagyon sok munkaóra, tényleg csak nyáron volt használva, a belsejét rendbe kellett rakni, a külső esztétika még hagy kivetni valót, de így szépen lassan, folyamatosan csinálgatom az autót, ugye, hogy lényegében úgy nézzen ki, ahogy ki kell néznie. Szóval azért mindenből a gyári dolgok, gyári szőnyeg, gyári, minden gyári, vigyázok rá, tényleg megpróbálom karban tartani. Várj, akkor azért ennyivel nem úszod meg, tehát igen. Találtál egy hirdetést, és úgy döntöttél, hogy akkor ebbe te belecsapsz. Ott valamilyen átvizsgálás volt? Nem. Mondhatjuk, hogy te tudtad, hogy olyan, amilyen, Igen, mert én olyat szeretnék, amilyen tényleg hosszú távon olyan legyen, hogy abba bármikor be tudok ülni, én csinálom meg, én teszek rá az íre pontot, és akkor onnantól kezdve használom és élvezem. Szóval nem volt ez, majdnem azt lehet mondani, hogy nem is érdekelt nagyon. Mai napig annyi van még benne, annyi pikantériája van, hogy a tulajdonos az sajnos meghalt, és volt egy 7 évig tartó hagyatéki tárgyalás, ami miatt az autó állt. Uh-huh. Szóval abszolút nem használta senki, ott állt egy ilyen félig egy ilyen előtetőnél állt az autó, amiben tök gyönyörűen sütött a motoráztetőt, tetőt, jobb oldalát a nap. Hát ezek már kozmetikázva lettek, már meg lettek csinálva, ugye felnéktől kezdve ilyen-olyan dolgok. És akkor lényegében ugye 7 év után én megvettem ezt az autót, és akkor hát ami ezzel jár, amikor egy 7 évig álló autót, tudod, az összes olaj, az összes szűrő, diffibe, motorba, minden, új gyertya, benzinszűrőtől kezdve tényleg minden, ami kell, és akkor elindult az autó. Hogyha azt kérdezem tőled, hogy
két év, 10 000 kilométer és ennyi munka után újra dönthetnél, akkor újra ez lenne a Audi BMW-merci? Vendel, ez egy jó kérdés. Vagy valami más felé? Nem tudom megmondani neked, mert annyi munka van, annyit dolgoztam én ez az autóval. A belsőjében semmi elektronika nem működött, se az ülések a 7 év alatt, se a elektromos kormányállító, minden logikátlanul lehet szerelni, le kell bontani a férműszerfalat, hogy hozzáférje a motorállítóhoz. Az ülések szanaszéje voltak hullva, egyik motor sem működött benne, szóval nem tudom, ez egy jó kérdés tőled, nem tudom, hogy megvenném-e, 50-50%, jó? Nem, most per pillanat, és még nem látom a végét, ugye most még azért itt hátra, most megy majd februárba részleges motorfelújításra, elkezdte nyáron elég nagy mértékben enni az olajat, szóval azt jelenti, hogy 1000 kilométer alatt 1 liter olaj elpárolgott, megette több, mint valószínű. Miért hoztad el hozzánk most? Szeretném, hogy mi van még hátra. Szóval már azért 2 éve szépítgettem, javítgattam, amit én meg tudok csinálni, megcsinálok rajta, és szeretném tudni, hogy lényegében hol tartok. A baloldali lengéscsillag pozíció 70%-os, az tökéletes. Nézzük a jobb oldalit. Ledöntöm magam hozzá, hogy lássam. Elnök úr mondja az adatokat. Jobb első gátló 74%. 1% eltérés, teljesen jó. Teljesen jó. Ádám, az első fékeket kérem. Parancsolom. Az első fék is tökéletes, 1% az eltérés. 3200 newton tudott. A bal hátsó lengéscsillapítónak a mérése 60%, de még az is jó. Nézzük a jobb hátsót. Elnök úr mondja azt is? Hát lehet, hogy elmondom. Akkor önné a szó. 2%. 2% az eltérés, az is tökéletes. 4% az eltérés, az tökéletes. Ha nézzük ezt a V8-ast. Lássuk az erőforrást. Ezt az erőforrást. Hú. Hát, magáért beszél szerintem. Hát azért a V8 az V8. Az V8, meg az a 333 lóerő, ez tudja is. Tadám, a V8. Az igazi szívó. Nézzük, hogy mit látunk a motortérbe, Ati. Nem kellett abban az időben biturbulát. Nem. És elindul, és megy, és az az élmény, az az igazi feeling megvan. Innen már most látom, hogy a szelepfedélnél van egy kis szivárgás. Itt is megindul. Ott is? De hát most... Ez még pont az a kategória, amivel te bal oldalán nem foglalkozni. Megfelelő mennyiség. Jó, jött erre. Uh-huh. Itt is van egy kicsi. Hozzá nem nyúlnék, ameddig ez ilyen. Gyere, nézd, világíts egy kicsit nekem, légy szíves. Az olaj maximumon van. Az egy jót jelent. Hát, és nem is annyira koszos. Mondjuk ennek a motornak, ennek tipikus baja, hogy eszik az olajat. Ez a 750-i, ennek olajfogyasztás problémája. A gyári olaj. Yes, a gyári olajfogyasztás megfelelő. Igen. Ez tipikus baja. Körbemértük az autót, és a fényezés, a jobb hátsó sárvédő volt, és a csomagtér ajtó volt egyedül fényezve az autón. A többi elem mind gyári fényezés. Kiolvastuk az autó komputerét, elég sok komputer van az autóba, ahhoz képest elég kevés hibát tárolt. A motorvezérlőben találtunk egy lambda-szonda problémát, és van még egy rögzítőfék probléma a féknél, és van egy lopásvédelmi riasztó az akkumulátor miatt, mert valószínűleg azt írja, hogy alacsony volt a feszültség. Ez valószínűleg le volt merülve az akkumulátor, és még 2 apró hiba van benne, a fűtés és a klímaberendezésbe, egy kicsapódás érzékelő és egy legelevelő mennyiség érzékelő. Az autóban valós kilométer van, megnéztük komputer, a valós 343 000 kilométer teljes útszakasz, úgyhogy ez az autó nem volt a kilométer róla tekergetve. Na, az autó jobb eleje. Lógást nem érzek rajta.
lengéscsillapító porvédő jól van. Látszik, hogy volt rajta stabilizátor cserélve. Az első fék az tök jó állapotban van, majdnem újszerű. Kerékacsapágy nem lóg, nem búg. Nem lóg a jobb hátuljába semmi. Kerékacsapágy is jó. A hátsó féktárcsa is jó. A fékbetét, ahogy az Attila mondta, 50%-os. BMW 4 csapó. Átnéztük a BMW-t alulról. Az első futóban látszik, mind a két alsó lengőkar volt cserélve, a stabilizátorpálc és a kormány összekötő mind a két oldalon. Itt elől találtunk egy kis olajszivárgást a szervónál, ami nem olyan nagy probléma egyelőre, mert csak nagyon apró könnyezés van. Viszont a nagyobb probléma, hogy itt a motorváltónál van valami olajfolyás. Ez lehet a hátsó föltengely szimmering is, de lehet automata váltónak a karterja, de ez további bontást igényelne, hogy ezt meg tudjuk állapítani pontosan, honnan folyik. Ha megyünk hátrafelé az autón, a kipufogó rendszer tök jó állapotban van. A hátsó futóműnél találtunk a kézifék kötél, le van szakadva. A bal hátuljánál is ugyanúgy látszik, hogy már cserére szorul. Egyik nap használtatott nézegettem, amikor szembe jött velem ez a BMW, eléggé viharvert állapotban volt, de megnéztem, lekértem ugye az autónak az előtörténetet, és kiderült, hogy lényegében két tulajdonosa volt, Magyarországon végigvezetett Wallisban szervizelt autó. Kiderült, hogy ugye ez egy hagyatéki tárgyalásból visszamaradt autó, 7 évig át, mert 7 évig volt a tárgyalás. 7 év után indították be először az autót lényegében, ami hát igen, nem volt egyszerű, mert ugye nem indult, előtte volt különböző dolgok, hogy ki kellett venni a gyertyákat, feltölteni olajjal, csak úgy lehet indítani ennyi év után, de nem indult. Majd pár ilyen szaki, aki idézőjelben szaki, BMW márka szervizből kijöttek, és majd ők megmutatják, hogy ezt be lehet indítani. Hiba megállapítása az volt, hogy láncot kell benne cserélni, elállítodott a lát, állástól meg tötterö. Mondtak egy kb. 1,5 milliós árat, hogy ez kb. Annyiból lehetne ezt felállítani. Jó, rendben, közben ajánlottak nekem egy kimondott 7-es BMW szerelőt Soroksáron, akit felhívtam, majd eltrélereztük oda az autót, és kiderült, hogy azért nem indult az autó, mert az egyik oldali Vanos vezérlő szoftver megadta magát. Nagy nehezen sikerült, ugye beindult, hát ez azért szerintem 1-2-3-4 hónap volt, mire beindult a vásárlástól, a beindításig eltett 4 hónap, szóval azért, hogy tényleg járt, akkor örömkönyv, pezsgőbontás, minden megy a motor. Ugye megcsinálták rajta a kötelező szervizeket, gyertyacsere, ugye 7 év állásban a vízcsövek ugye tönkrementek, féktárcsa berohadt, fékbetét, amit kellett oda SOS-be megcsinálni, hogy legalább a használatra alkalmas legyen az utcai használat, azt megcsináltattam rajta. Majd elhoztam, és egy 3 hét, körülbelül 2-3 hét múlva megint reggel jött ez a kis nehezen indulok, beindul, dadogok, tötörötörök, különböző dolgok, megint vissza a szervizbe, és ott kiderült, hogy megint az az oldali, a jobb oldali Vanos vezérlő szoftvernek a kábelei ott zárlatosak lettek. Hát gondolom ez is az idő vasfoga, 7 év állás. Lényegében onnantól kezdve ilyen felváltva szerviz, én használtam visszaszervizbe, mindig valami baja volt az autónak, ami lényegében bántott. Ugye a belsőjével úgy kezdődött, hogy a 7 év állásban semmi elektronika nem működött. Szóval minden úgy, hogy volt, összerohadt. Az összes ülésben ugye a motorokat bejáratni, kiszedni, ugye a combtámaszos állító motor az ugye műanyagban van gyárilag, ugye az, hát az mindegyikbe szét van porladva. És akkor jöttek, ugye most kívülről kezdtem el csinálgatni, ugye mind a fényezés, esztétika, felnik, ugye nemrég lettek kész a felnik. Nyár végén elkezdte enni az olajat, de olyan szinte mondtam a vendelnek is, hogy ilyen 1 liter, 1000 kilométert, 1 liter, szóval ilyen borzasztó állandóan töltöttem bele az olajat, de vicc az egészből, hogy csak a városi használatba ette ennyit az olajat, mert én kint voltam előtte vele egy ilyen 3-4000 kilométeres túrán, és oda-vissza megevett szerintem 3-4 deci olajat. Szóval ez amikor ráálltam egy ilyen 140-150-es tempóra, akkor abszolút megszűnt az olajfogyasztás, de ahogy beértem a városba, egyből itt a városi araszolás minden,
mértéktelenül, de úgy, hogy már füstje van, látszik a füst, akkor most lesz, majd egy pár hét múlva megyek ugye egy ilyen részleges motorfelújításra, amiben ugye első körben azt mondták, hogy szelepszel szimmelénk, mert ezeknek a 80%-a, ezeknek a BMW-knek ez a baja, de ha már le van szedve a hengerfej, akkor már megnézik a többit is, lehet, hogy lesz akkor egy hengerfej felújítás is, de lényegében ennyit tervezek vele. És akkor utána még a váltó van a végére, ami a váltó, ami néha érzek rajta, ami nem olyan. Mindig az autó a szervizben, vagy ha nincs szervizben, akkor én szerelem, amennyire értek hozzá. Vagy én szerelem, egyik se jó. Szóval semmelyik nem jó. És hát ugye mindig viszi a pénzt. Szóval ez mindig valamit kell, vagy ha csinosított, teljesen mindegy, bármi. Hát most Ilyen 4 millió 5 körülig számoltam én az autónak a javítását. Bevállaltam, szóval most már elértem egy olyan szintet, hogy most már meg kell, hogy csináljam, hogyha bármit is akarok ebből idézőjelbe pénzt, ha esetleg úgy döntök, hogy eladom, akkor is ezt először meg kell csinálnom, úgyhogy tényleg olyan legyen, amilyennek lenni kell, de már látom, hogy azért alakulunk. Igen. De hát remélem, hogy jó lesz. Ez a 7-es Bengu BMW, 7000 út kis kacsa, nem tudom, a Bengu korszak szerintem legcsúnyább autója. A facelift után egy kicsit csinosodott, de azért az általános ízlés szerinti szép autó az nem ilyen. Hát megosztó a forma. 2002-ben, amikor kijött, akkor így sokkolt az autós társadalmat, mert az elődje, az E38, ez egy gyönyörű szép kocsi. És az akkor is gyönyörű volt, amikor kijött, és a mai napig megnézek egy szépet, szép, lapos, klasszikus, jó arányokkal rendelkező limuzin, hát ez, na mindegy, hagyjuk. Ennek is megvan a rajongótábora, 2002 után, amikor ez kijött, és szépen elkezdtek beszivárogni, főleg a 730D-k, ugye dízel volt mindig a sláger, mert nagy autóhoz kell, de ne kelljen bele sokat tankolni. Egyébként praktikus is, hát jól ment, az nem volt ez a semmi baj. Akkor az utcaképhez hozzá tartozott, és akkor a menők vállalkozók, a vállalkozók is, meg a vállalkozók is. Meg hát a jobb módú emberek elkezdték ezeket az autókat használni. Az öcsémnek volt 2 vagy 3 őre, azt szerette, mindig vitatkoztunk, hogy ez miért onnan, szerintem miért szép. Eltűnt az utcáról. Tehát ez a kocsi, ez gyakorlatilag nem létezik az utcán, és régen azért nagyon-nagyon sokat lehetett látni, most meg elkezdtem így felidézni, mikor láttam utána a 7-es BMW-t az utcán, és nem is láttam ebből a korszakból, teljesen kikapott. Ugye ez is elérkezett ahhoz a korhoz, amikor a fenntartási költségei már drasztikusan megnőnek az autó vételárához képest, és akkor ezek így bontóba szoktak kikötni, mert hát ezekkel az a baj, hogy mi is szelepszár szimmeringeztünk egy ilyet, és egy 500 000 forint volt. Az, hogy szelepszár szimmeringezett, mert hát le kellett venni a hengerfejet, megcsinálni, de 2 hengerfej van, 8 henger, 32 szelep, minden hatványozottan megnő, és hát ugye marhasok meló, és minden, ha hozzá kell nyúlni, motorhoz van, 8 zugattyúval, sokkal több csapágy, sokkal több gyűrű. Minden. És itt arról van szó, hogy 7-7 számokat úgy tüsszent ki az ember, hogy észre se veszi, és igazából nem sok minden történt, csak kicsit hozzápiszkálnak. Mondjuk azért az, amikor van egy kis elektronikai probléma, amikor minden mindennel beszél, meg kommunikál, és akkor ezen van valami anomália, azért oda villanyász kell, aki ezt megtalálja. Nem véletlenül kerültek ezek az autók bontóba, mert egy idő után felszokták adni a tulajdonosok, amikor elköltöttek 3 milliót, az autó megér 2-t, és akkor úgy van, hogy jó, akkor vigyél a víz, én többet ezzel nem szopok. Na ez az a hang, ami... Kész csók, ez megjött. Kezdik csókolom, megjöttünk. Ez, ami minden szerintem autószerető, imádó... Kicsit forgass már. Álma. Kicsit picit, nem kell... ez az. Hó, ez. De ne fékezz vissza, hadd menjen. Ez az, amikor ez tényleg elindul, akkor tapadsz pedig az ülésbe. És azt kell mondanom, neked futóművileg is kényelmes, az megvan, az a
tipikus inbolygás, ez a kicsi, de az a feszes. Azt kell mondanom neked, hogy... De az automata váltó foglalkozós lesz. De igen, ebben biztos, hogy valami probléma van. Ki tudja, mikor volt benne olajcserélve. Hát igen, csak amikor már egy meglévő problémával állunk szemben, akkor lehet, az olajcsere van, nem biztos, hogy segít rajta. Ugye ezért fontos a karbantartás, hogy ezt megakadályozzuk, mert ez már szerintem ez bőven a karbantartás fölött van. Most is rántott egyet, érted? De inkább, amikor leterheled. Igen, de most is, ahogy ráváltott. 13,4. 13,4. Az nem a hőfok. Hát az nem a hőfok. És várjál, ami azt mondom neked, hogy egy V8-as motortól 330 lóerőt, ez tök normális. Szerintem ezt a vásárlókört már nem fog érdekelni a fogyasztás. Jaj. Szia, Wendel. Igen, igen, tényleg. Izgulj, még egy kicsit megvan. Jó, oké, jó. Akkor egy pici, jó. Fú. Azért ne izgulj, mert gyerek. Ja, jó, oké. Mert ugye úgy kezdted, hogy egy motorfelújítás tervezel. Igen, 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 autó, igen, 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 igen. Most az egy motorfelújítás tervezel, akkor én mit mondjak neked, amivel olyan nagyon... Hát minden rosszat ezen kívül. Kezdjük az elején szépen sorjában, ahogy azt kell. Megmértük a fékedet, a futóművet, majdnem mindent rendben találtunk alulról, majd egy kézifékkötelet fogok neked mutatni. Körbemértük az autót, de ugye te magad is elmondtad, igen, hogy több helyen javítva volt, ezeknek egy gondolom, hogy részét te magad csináltad, ezt természetesen megtaláltuk, de nagyon szép munka, tehát talán az első lökhárítónak ott a bal szél. Az igen, az szörnyű, igen, az szörnyű. Akkor erről is tudsz, szélvédődőn találtunk egy pontot, ami még igen, fontos lehet, az első ködlámpát pedig beázik, de ami nagyon-nagyon szuper, és nagyon-nagyon tetszett a kollégáknak, hogy minden ilyen autón az összes ajtóbehúzó az rossz, kivéve a tiéd. Igen, ezen igen. Így az működik. Hogyha tovább fordulsz velem ide az autó elé, akkor sajnos innen fölülről nem tudom neked megmutatni, mert körülbelül be kéne feküdjünk a motortérbe. Itt a jobb oldalon találtunk egy kis motorolajnyomot szelepfedél. Szelepfedél. Jó, azt nem tudtam, azt láttam. Kicseréltettem a olajbetöltő sapkát. Azt hittem, hogy az. Nem. Szép próbálkozás. Ennyi, mondom, igen, megúszom. Igen. Viszont ugye itt a motorfelújítást említetted, amiben az nagyon érdekes, hogy egyrészt valóban, mintha egy kicsit kék lenne az a füst, tehát ami kijön belőle. Másrészt van benne egy lambda szonda hiba, ami, ami szintén arra utal, megjelent neked egy liter olajat. Igen. Nagyon érdekes kérdés. Aha. Ez egy olajevő motor, köszi, egy hatalmas 8 hengeres konstrukció, tudjuk, hogy fogyasztja az olajat, de igazad van, hogy az 1 liter 1000 km alatt az olaj sok. Igen, igen. Van egy kis kékfüst, de úgy ezen kívül, meg van egy lambda szonda hiba, de úgy ezen kívül, ha ez esetleg nem volna elég, azt mondom, most ez az egész motort emiatt szétrobbant, mi lehet, hogy kivárnánk vele egy kicsit, de ezt te tudod, jó, de jó, mit és hogy szeretnél vele csinálni. Várunk. Utána kicsit kéne menni annak, hogy az lambda szonda pontosan mit jelez. Mert attól is lehet ez. Amire most nyilván nincs lehetőségünk. Hát most a lambda szonda hiba miatt teszi az olajat, konspirálnék, nem megyek bele. Nem, jó, biztos, jó, hogy jó, köszönöm. Klímaérzékelők, még egy-kettő, ami hiba kódként szerepelt a rettenetes mennyiségű kompjúteredben, ami van, azt érdemes megnézni, vagy legalább kiütni, hogy visszajön-e, illetve én úgy gondolom, hogy itt minden másról beszéltünk, úgyhogy nézzük is meg alulról. Hogyha belépünk ide alá, akkor ugye a motorolajt nem tudom már neked innen megmutatni, pont olyan szerencsétlen, hogy fölülről sem, meg alulról sem lehet látni. Jó, ez egy jó ér. Valószínűleg a szervó olajat szivárog egy minimálisan. Nem vészes, de azért itt szerintem te is látod. Igen, igen. Ez már igen, észrevehető. Illetve még egy olajszivárgást tudok neked mutatni, ha itt benézel ezen a lukon, itt közvetlenül előttünk. Igen, látom. Itt alul is van, igen, egy minimális nyoma. Ezt nem tudjuk neked megmondani, hogy a motor végén a főtengely szimmering, vagy a váltó oldalról történik, viszont mindenképpen létezik, tehát ez jól látható. Amit látunk, nagyon nehéz azért nem észrevenni, az az, hogy ennek az autónak az első futóműve gyakorlatilag teljes mértékben fel lett újítva, tehát hihetetlenül jó állapot, szép állapot, hívjuk úgy, hogy koppanásmentes, teljesen profi futómű. És hogyha hátrafele jövünk, akkor is egy szép állapotot tudok neked mutatni, ha még tényleg nem jártál alatt. Nem, mondom, én csak nézem, mint tényleg, hogy... Abszolút rendben van. Én azt szoktam csak mondani, hogy nézd meg ezeket a méreteket. Azt a jó életben, igen. Egy ekkora autónak a hoztatásához, mekkora méretű dolgok kellenek. Illetve egy dolgot készítettünk ide neked ki, ez itt, ez a végje, itt, ez a kézifékkötélnek a végje. Opa!
nem tudom mennyire vagy szakértő a témában, hoppa, annak nem ott kellene végzni. Igen, igen, az ott, igen, az ott megszűnt. Van szakadva. És a másik oldalon, ha ide benézel itt belül, ott sincs sokkal jobb állapotban. Aha, jó. Foglalkozni kell. Igen, bődületes, igen. Ezek a... Ja, bocsi. Ja. Összességében annyit tudok neked erre mondani, hogy nagyon szép állapot, meglepően szép állapot, sok boldog kilométer, és köszönöm. Gondolkodj el rajta, meg járd egy kicsit körbe, mielőtt felrobbantod azt a motort, mert nem biztos, hogy célszerű, igen. Nem biztos, hogy érdemes. Jó, köszönöm. Köszönöm benne. Köszönöm. Köszönjük, hogy elhoztad. Sok boldog kilométert. Köszönöm szépen, köszi. Ha Péterre tényleg motorfelújítás vár, az egész biztosan milliós tétel lesz a hatalmas V8-ason, de az Avalon egyenlőre csak egy óvatos, apróbb hibákat javító 189.000 forintos árajánlattal készült. 17.000 forintba kerül a kézifék kötél darabja, ebből kettő kell, a munkadíj pedig egy 37.000 forintos cseréből és egy 5.000 forintos fékhatás mérésből áll. A bal első kötfényszóró 55.000 forintba kerül újonnan, bontott alkatrészsel ezen valamennyit lehet spórolni, cserélni további 14.000 forint. A többi tétel már irányított hibakeresés. További egy óra alatt megkeresnék az olajfolyás okát, és szintén egy órát foglalkoznának a lambdaszonda kérdéssel, ez egyenként 18.000 forintos költséggel jár. Nagyon, nagyon élveztem az átvizsgálást, minden flottó ment, nagyon jó fejek mindenki, szóval tényleg ide élmény jönni, jövök máskor is, ha meghívtok. Nagyon sok mindent tudtatok mondani az autóra, amiről mondjuk én nem tudtam, ugye hiba jelleggel, ezt nagyon szépen köszönöm. Ezeket mindenképpen meg szeretném csinálni, szóval az a cél, hogy ebből egy tényleg egy olyan autó legyen, amit bármikor, ha gondolok, kimegyek, beülök és tudok vele menni. Ha 2-3 millió forintért ilyen szintű luxust keresel, legyél tisztában azzal, hogy rövid távon is ráköltöd az árát, és nem azért, mert egy rossz példányt fogtál ki. Az átvizsgáltatást minden esetre semmiképp nem ulaszd el, mert a kopófogyó alkatrészek javítása is brutális költség lehet, jobb ezekről vásárlás előtt tudni. Total Check átvizsgálási szolgáltatásunkra a leírásban lévő linken keresztül tudsz időpontot foglalni. Köszönjük szépen, hogy ezen a héten is minket választottál. Ha tetszett, kérlek lájkolj, iratkozz fel, nyomd be a kis csengőt is, jövő héten pedig a szokott időben ismét érkezik a Műhely Pornó.